I had enough, yeah, I'm through. Give me something I can use. Show me things I've never seen. Gonna be hard, 'cause I've seen everything. Surprise me. Take my hand, I'll show you the way. Igazából már tegnap is itt voltam, megnéztem a selejtezőket. Sajnos nem tudtam végigvárni, mert el kellett mennem, de ma újra visszajöttem, hogy megnézem azokat a fiatalokat, a Lakatos Tamást, a Zomborit, akiket már régebben láttam, meg a Fazekast, akit az EB-n szintén láttam jó játszani. Még nem tudom pontosan, hogy majd másodikán dől az elnökség ülésen, mi lesz a feladat. Én minden esetre most egy kicsit többet vagyok az asztal mellett. A napokban jártam Jugoszláviában, találkoztam az ottani öreg játékosokkal, Schulbeckkel, Kalinicsal, Karakaševicsel. Jó együttműködés lesz a két ország között, tehát Szerbia és Magyarország között edzőtábort és versenyeket fogunk együtt szervezni és rendezni. A budapesti Vasutas Sportklub ebben az évben ünnepelte a 100. születésnapját. Ez a rangista verseny is ezért kapta ezt a jubileumi kupa elnevezést. A bajnoki fordulók következtében sokan vannak távol. Ennek ellenére nagyon küzdelmes és színvonalas mérkőzéseket lehetett látni. Én szeretném, örülnék, hogyha a fiatalok meglepetést okoznának, de nagyon jól játszik a Cvik Dani is. A tavalyi csapatomnak az volt a neve, hogy ASD Pieve Emanuele. És sajnos még nem cseréltem ki az igazolásomat, mert most egy másik csapatban játszom, hogy ebből hogy lett Emanuel. A csapatomnak a neve, amit bemondanak, arról igazából elképzelésem sincs. Most már büfé előtt általában arról beszélgettek, hogy én felvettem egy olasz nevet, de még nem. Én úgy gondolom, hogy elég jól dolgoztam a héten, sőt egy picit többet is dolgoztam, mint amit kellett volna. És szerencse, hogy így vasárnap délutánra ki tudtam magam pihenni. Örülök, hogy így tudtam játszani ma délután, ennek tényleg örülök. Hiába egy meccs 4-1 vagy 4-0, itt rengeteg kritikus rész van. Elég izgulva kezdtem játszani, első szettet elvesztettem 9-6-ról, viszont a 10-8-a volt a Petinek, tehát ha az a szett elmegy, akkor nagyon nehéz lett volna. Surprise me.